6-7 éves voltam, amikor itt ebben a templomban minisztráltam, és egy úrnapi körmenet alkalmával, erre emlékszem világosan, ötlött fel a gondolat, hogy én is szeretnék pap lenni. Mindössze egy éves vidéki káplánság után 1968. szeptember 1-én már ide küldött a főpásztorom. Hazajöttem, mert sokáig itt minisztráltam, ide jártam hittandra. Gyerekkoromban itt laktunk nem messze, a Szénatér közelében, úgyhogy otthonom volt már azelőtt is, és azóta is ez a templom. Lambert Zoltán atya csak nem 45 éve a városmajori Jézus Szíve plébánia lelkésze. Nevéhez fűződik többek között a templom belső részének és az Országos Onkológiai Intézet kápolnájának felújítása. Utóbbi megvalósulását a Magyar Rákellenes Liga kuratóriumi elnökeként segítette. Lambert atya betegekért és szegényekért érzett felelősségvállalását mutatja, hogy rendszeresen szervez jótékonysági eseményeket és programokat. Emellett több zarándokút előkészítése és vezetése is a nevéhez fűződik. Lambert Zoltán atya a családok és a fiatalok hitéletére is kiemelt figyelmet fordít. Munkája nyomán 1990-ben megalakult a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület, amely azóta a fiatal hívők kedvelt közösségi színterévé vált. Kezdettől fogva mindig éreztem a híveknek a szeretetét, ragaszkodását, bátorítását. Elfogadnak, és úgy érzem, hogy szeretnek is a hívek. A hívekért mindent megtevő, nagyon-nagyon vallásos, nagyon elkötelezett papnak ismertem meg. Nagyon beteg voltam jó pár évvel ezelőtt, és bizony állandóan jött és tartotta bennem a lelket. Sok személyes családi élményünkben, illetve eseményünkben vett részt, hogy milyen embernek ismertük meg, végtelenül szerény, végtelenül kompromisszumkészséggel rendelkező. A plébánián elég sok, sok gyermekes család van, hál' Istennek, és nagyon szép és jó példát adnak mindenkinek. Több gyermeket vállalva, nevelve, egyháznak, az országnak, nemzetünknek adnak bőven utánpótlást, ott az Isten kegyelme és ajándékozó szeretete is megtapasztalható. A tanúságtevő élet a legfontosabb ma az embereknek, ugye ismerős hatodik Pál pápa mondása, hogy ma nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükség. Én ezt próbálom megvalósítani. Reményt nem szabad feladni, mert ugye hittünk szerint Jézus, amikor eljött, jobban tudta nálamnál, hogy mire számíthat, mégis meghalt értünk és feltámadt, és ez a reménynek az alapja, hogy ha ő ezt vállalta, akkor nincs okunk elkeseredni. De azért a remény kis virága mindig megtalálhatóak egy a fiatalok között, vagy családokban, és ezért az öröm ezt látni.